Tamás Éva és zenekara szórakoztatta a kicsiket a Zsolnai negyed Herkules műhelyében különleges alkalomból. Down-szindrómás és épp gyerekek közösen vettek részt a programon, amely a farsan köré épült. A szülők pozitívan vélekednek arról, hogy már kisgyermekkorban érdemes ilyen eseményekre ellátogatni. A gyerekekkel nagyon régóta részt veszünk Évának a programjain. Igazából szerintem azért jó, hogy itt a gyerekek egymásra találkoznak, mert ugye az óvodába, illetve más közegben is találkozunk, akkor sokkal könnyebben el tudják fogadni egymást, illetve őnekik már ez ilyen természetes is, mivel hogy már nagyon régóta Évához járunk, és mindig is itt voltak a gyerekekkel közösen. Ők így el is fogadták, és nem is merült fel kérdésnek bennük ezáltal az, hogy esetleg ők mások, mert hogy folyamatosan így együtt voltak, és együtt tanulták a dalokat, énekeket, együtt játszottak, és valahogy természetessé vált ez számukra. Én azt gondolom, hogy én ezért örülök nagyon neki, hogy jöhetünk Évához, és a gyerekek itt jól érezhetik magukat együtt. Első alkalommal veszünk részt ilyen programon, nekem sérült kislányom van Lea, aki 6 éves, Krédusa szindrómás, és én nagyon jónak tartom ezeket az integrált programokat, hisz mindkét oldalról a sérült gyerekeknek is szüksége van arra, hogy egészséges gyerekekkel találkozzanak, ugyanis hát főleg ugye a legtöbbjük ugye speciális intézménybe jár, tehát ezek az alkalmak nagyon jók arra, hogy egészséges gyerekekkel is tudjanak együtt lenni és találkozni. A másik oldalról is úgy gondolom, hogy az egészséges gyerekeknek is mindenképp fontos, hogy találkozzanak ilyen gyerekekkel, játszódjanak együtt, ismerkedjenek vele, mert az ő látásmódjukat is a későbbiekben nagyon befolyásolja. Tamás Éva vezette a foglalkozást, akinek egy régi vágya teljesülhetett most be. A 15 éves munkának az eredménye, vagy az akkori vágyak, azok mostanra értek be. Még mielőtt a játéktár megszületett, nekem volt egy alapítványom, aminek az volt a neve, hogy Szememben Alapítvány, és az volt a célja, hogy integrált programokat hozzunk létre, hogy a különleges nevelésigény és az épp gyerekeket, illetve felnőtteket megpróbáljuk közös programokra összehozni, megismertetni egymással, egy kicsit nyitni, esélyegyenlőséget teremteni. És abban az időben nagyon nem találtam meg ehhez a partnert. Egy idő után nem adtam fel a programot, viszont magát az alapítványt igen, mert első körben nem sikerült megvalósítani nagyobb volumenű programokat. És ahogy telt az idő, ugye mi folyamatosan azért integráltan csináltuk a foglalkozásainkat, próbáltunk a koncertekre akár jelnyelvi tolmácsot hívni, tehát minden téren esélyegyenlőséget teremteni, és úgy hozta az élet, és ez pont a Covid alatt hozta úgy az élet, hogy a Pécsi Down Alapítvány elnökével, Virt Gabriellával összesodort engem a sors. Az első igazán közös megmozdulásunk az a Down tábor volt nyáron, ami egy elég egyedülálló program volt. Országosan 16 fiatalt és gyereket táboroztattunk, és akkor indult el az a gondolat, hogy próbáljunk meg olyan programokat csinálni, ahol sajátos nevelési igényű kisgyerekek és épp kisgyerekek együtt lehetnek, a szülők is találkozhatnak egymással, és megpróbálunk már gyerekkorban egy olyan kapcsolatot, egy olyan kapcsolódást kialakítani a gyerekek között, hogy később a felnőtt életükben egyáltalán ne jelentsen nekik problémát az, hogyha mássággal vagy másfajta emberekkel találkoznak. Azért tudnak ezek a programok létrejönni, hiszen a foglalkozásainkon találkoznak egymással, ha nem is mindenkivel a gyerekek. A zeneóvi foglalkozáson van Down-szindrómás kisgyerek, vannak autista kisgyerekek, tehát nem furcsa az számukra, hogy találkoznak, és így, hogy összefogunk a Pécsi Down Alapítvánnyal, így gyakorlatilag az anyagi feltételeit, vagy annak legalábbis egy részét is meg tudjuk teremteni, hogy minél több ilyen integrált programot csinálhassunk. Most jönnek a lábak sorra, kinyújtva és behajlítva, most a másik is akarja, tudott helyben gyors tempóra.
Nem vagyunk most nagyon könnyű helyzetben, hiszen sorra maradnak el a programok, betegednek meg a gyerekek, a felnőttek. A Mikulás programot éppen emiatt nem is valósítottuk meg, de úgy gondoltuk, hogy most farsankor már muszáj valamit csinálni, mert mindannyian ki vagyunk arra éhezve, hogy találkozzunk egymással. Mi arra, hogy zenélhessünk a gyerekekkel, ők pedig arra, hogy hallgathassák, és hogy együtt énekelhessenek és táncolhassanak, ami ki is derül a koncert folyamán, hogy borzasztóan élvezik azt, hogy együtt vannak és énekelhetnek, táncolhatnak. A farsang erre egy jó apropó volt, természetesen egy korlátozott létszámmal, tehát nem egy nagy koncertet képzeltünk el, inkább egy ilyen családias találkozót, ahol a gyerekek beöltözhetnek, megélik a farsang örömét, bulizhatnak egyet, kézműveskednek, esznek, isznak és jól érezzük magunkat együtt. A farsangi mulatságra válogatott dalok nagy részét már a résztvevők is ismerik, és Évával együtt énekelték. A foglalkozáson kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők egyaránt jól szórakoztak.